Építettünk egy fermentációs laboratóriumot a helyi szövetkezettel, és így gyakorlatilag egy nagyon erős kutatásfejlesztési folyamatot is elindítottunk kint. És ezeknek az eredményei azt gondolom, hogy évről évre látszanak a kávénkben, mert hogy bár mindig nagyon magas specialty minőségben voltak, tehát a kezdetektől 87 pont feletti kávékkal dolgoztunk, de már nem hogy nem ritka, hanem inkább gyakran előforduló, hogy 90 pont feletti tételeket is tudunk készíteni. Ugye ezek hazajönnek Szekszárdra, itt a kávéháza melletti kis pörkölő műhelyünkben készítünk belőle pörkölt kávét, még egy darabig, mert hamarosan kiköltöztetjük az ipari parkba, meg kezdjük kinőni. Az alkotás az minden tekintetben megjelenik, azt viszont fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem egy öncélú alkotás. Tehát nagyon szigorú szakmai standardek alapján dolgozunk, amit ötvözünk a saját filozófiánkkal, stílusunkkal, hitvallásunkkal, nem tudom, ízlésvilágunkkal. Tehát talán az elismertsége vagy az ismertsége ennek is köszönhető. Nagy figyelmet fordítunk a talaj egészségére, tehát a talaj mikrobiológiájára. Sokat mulcsolunk, zöld vágyázunk, tehát hogy ne száradjon olyan gyorsan a talaj, jobb legyen a víz elnyelő és megkötő képessége. Rengeteg gyógynövényt telepítettünk, igyekszünk mikroteraszozást alkalmazni, ami gyakorlatilag szintén a csapadék megtartását jelentősen elősegíti, illetve kicsit könnyebbé teszi a munkánkat, mert azért bizony vannak ilyen 60 fokos hegyoldalaink is, ahol termesztünk. Igazából magát a gazdálkodást gépesíteni nem tudjuk. Talán két gép van, amit még használni tudunk, az egyik az egy motoros fűkassa, a másik pedig egy motoros háti permetező az alga kihordására, az összes többi az kézi munka, macsete, ásó, lapát és ilyenek. Mondjuk 1 kg zöld kávé, minőségi zöld kávé létrejöttéhez nekünk olyan 6 kg gyümölcsöt kell feldolgozni, tehát mondjuk egy 20 tonnás konténer esetében több mint 100 tonna gyümölcsöt kell megmozgatni többször, hogy annak a végén majd szárítva minőségi kávét kapjunk. Gyümölcsöt csak úgy tudjuk eltávolítani a cseréről, hogy a szár fönt marad az ágon, és a gyümölcs húsból egy pici darab kiszakad, tehát ott megnyílik. Na most a gyümölcsben ugye ott a nedvesség, ott a cukor, a levegőben pedig ott vannak a mikroorganizmusok, tehát elkerülhetetlenül beindul egy fermentáció. Ez így lehet, hogy nagyon misztikusan hangzik a kávé esetében, de így akkor most szeretném tájékoztatni a kedves tévénézőket, hogy a világon nincs olyan kávé, ami valami úton módon ne fermentálódott volna. Az egy más kérdés, hogy egyébként nem beszélünk róla, mert ez egy viszonylag szakmainak tekinthető kérdés. Mi pedig azt mondtuk, nyilván a helyi borászok tudásából ismerítkezve, a nemzetközi szakirodalomból, illetve azokból az irányokból, ami azért megjelent a kávépiacon, hogy ha ez a folyamat egyébként is végbe megy, akkor avatkozzunk be oly módon, hogy a természetes folyamatokat kontroll alá vonjuk. Fel kellett mérni az elején, és szerintem ebbe a csapat nagyon, nagyon higgadt és felnőttként tudott viselkedni, hogy volumenben nem tudunk
vagy nincs értelme a helyiekkel versenyezni. Ők ott élnek, nagyobb területeken gazdálkodnak, tudják, hogy hogyan kell sok jó kávét készíteni. Mi pedig a rendelkezésünkre álló területeket inkább használjuk ki úgy, hogy egészen különleges tételeket termesztünk, és egészen különleges tételeket hozunk létre, dolgozunk fel. Emiatt indult el gyakorlatilag a kutatásfejlesztési projekt úgy a termesztés, mint a feldolgozási vonalon is, és tényleg abszolút az egészséges határokat feszegetve hozunk létre egy csodálatos kávékat, mert hogy több fajtánk van, tehát nem tudom, 12 különböző féle kávét termesztünk, és mindezt 33 mikrodűlőben, tehát külön dűlőszelekcióink vannak, külön fajta szelekcióink. Mindegyik valamitől különleges, a fajtától, a mikrodűlőtől, a feldolgozástól, valamitől különlegesé válik, és hogy jobb szeretem, sőt, kifejezetten szeretem ezeket az értékeket élvezni egy adott csészében, és aztán majd a következő csészében meg a másikat, de hogy nem engedni magamra sem szakmailag, sem emberileg egy olyan elégedetlenséget, hogy ami nincs, az hiányzik. Hát nem, annak örülök, amin van. Az cél mondjuk, hogy akár Costa Rican tudjak én is tevékenykedni, és akár egy saját termőterülettel is rendelkezzünk, de ha már szerencsére így hozta a sors, és a Jóisten is ezt akarta, akkor megpróbáljuk belőle a legtöbbet kihozni. Így tényleg egy nagyon unikális dologról beszélhetünk, amit szerintem egyelőre megfelelően tudunk kihasználni, viszont látjuk benne a potenciált, és azt is tudjuk, hogy a jövőben ebből mit szeretnénk kihozni. És úgy érzem, hogy egy olyan csapat áll mögöttünk, akár mi ketten édesapámmal, akik kint aktívan tevékenykedünk, hogy talán csak a mi korlátaink szabhatnak neki határt, mert amúgy a csillagos ég a határ. Mindenképpen a felső kategóriába kell sorolnunk magunkat, saját magunkat is jól kell pozícionálnunk, tehát persze megvan a helye a szerénységnek, amit szerintem a mindennapokban is és a munkánkban is megkövetelünk magunktól is, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy amit csinálunk és amilyen kávékat le tudunk tenni az asztalra, az tényleg egyedülálló. Tehát jelenleg tudomásunk szerint nagyon nincsen olyan, akinek ennyire az egész lánc a kezében található, és tényleg minden folyamatot átlát, mindent tud a kávéról, azt is tudja, hogy az melyik cserjéről jött, melyik termőterületről, stb. Tehát ezek alapvetően már olyan előnyök, amivel talán egy kicsit magunkat előrébb tudjuk hozni a nemzetközi és a hazai szintéren is.